Úgy látom, akkor mindenki elhelyezkedett. Üdvözlök mindenki, Túróci Gábornak hívnak, sportinformatikus vagyok, ami annyit akar, hogy a sportolók közt kocka, a kockák közt pedig sportmániás. Hát igazániból valahol így a félúton. Egyébként így az informatika önmagában, mint kiszolgáló tudományág nyilván rá van utalva arra, hogy egy másik témakörrel karöltve mozogjon. Hát nekem ez bevallom, hogy a 80-as, 90-es évek határán rántott be ennyire, hogy a sport lett ez a második téma. Mindannyiunknál van egy ilyen pillanat, azt hiszem, gondolom mindannyian így voltatok vele, hogy eljött az a pillanat, hogy a sportnak a légkör egyszer csak úgy megfogott, hogy tudtad, hogy ebbe fogsz tevékenykedni. Hát nekem ez Miskolcon történt, egy sportújságíró, szerkesztő vitt el magával egy mérkőzésre, és hát a tunalmamban elkezdtem húzni a strigulákat, hogy lepattan a egyebek, még a Szaittán emlékszik is azokra az időkre, hogy azért ott 5-6 ezer ember üvöltése közepette megvan az atmoszféra. És egy meccs vége felé mutatom a szerkesztőnek, akinek volt egy ilyen 30 év rutinja, hogy milyen érdekes, hogy ez a csapat ennyivel több lepattanót szed, és jobban is áll, pedig nem feltétlenül dobnak jobban. És az volt a reakció rá, hogy mutassak? És az a pillanat így megmaradt törökre bennem, hogy de jó lenne ilyesmit csinálni, hogy húzni a strigulákat, lehet, hogy nem éppen papíron, hanem valami komolyabb eszközzel, és titeket, edzőket, vagy a sportban egyébként aktívabban tevékenykedő embereket ilyen információkkal ellátni, hogy meglegyen ez az aha hatás, hogy ú, tényleg, ez milyen érdekes. Innen, mint említettem, ez 90-es évek vége, gyakorlatilag a sportanalitika és a saját karrierem közt nyilván sok párzon felfedezhető, hiszen mindig felhasználtuk azokat az eszközöket, amit az akkori technika biztosított. Mára eljutottunk odáig, hogy mindannyiunk zsebében ott van egy számítógép körülbelül, és jóval több mindent kínál a technika, mint amit kihasználunk. Tehát mondjuk a tranzisztor feltalálása óta ez a verseny kezd így szétnyílni fejlesztők és gyártók között a ti hasznotokra. Tehát az lesz a végeredménye, hogy minél egyre több információt fogtok kapni, egyre több érdekes adat áll majd rendelkezésre, mind képi, mind számszaki formában, és ezt kell tudni majd jól hasznosítani. Ez a strigula húzás ez úgy folytatódott utána, hogy keletkezett belőle egy full court nevű program, amit talán mindannyian egyszer már legalább láttatok, aminek én voltam a fejlesztője. Aztán ez a program eljutott az akkor induló Euroligához. Az Euroliga jó voltából jó pár más európai országban, mai napig Olaszországban, Franciaországban, Belgiumban a mi termékeinket használják. És ami igazán érdekes fordulatot adott a karrieremnek, hogy gyűltek az adatok, megpróbáltuk minél jobban, rendszerezettebben őket tartani, és egyszer csak eljött az a pillanat, hogy mondjuk egy NBA csapat csörgött, hogy megvan-e nektek ez és ez az adat. És pont megvolt. Aztán egy másik, aztán egy harmadik, és ott tartunk, hogy most 6 különböző NBA csapatnak dolgozunk, sőt azáltal, hogy közel 100 európai ligá, vagy közel a világ 100 legfontosabb ligájának az adatait rendszerezetten tartjuk, már a FIBA a saját égisz alatt rendezett bajnokság, mint ugye egy magyar bajnokság is, ugye a FIBA rendezvénynek minősül valahol, tőlünk veszi. Tehát, hogy eljutottunk odáig, hogy visszacsatolódott ugye a kígyó a saját farkába harapott. Aztán, hogy ez egy üzleti lehetőség, nyilván ezt az ember meg fogja kihasználni, sokkal izgalmasabb ajtók nyíltak meg azáltal, hogy a TFN elindult egyébként egy sportanalitika nevű tantárgy, ami bevallom viszont, hogy azokon a 80-as, 90-es évekbeli meccseken elképzelni se tudtam, hogy ebből lesz egy ilyen dolog. Az egyik a Sam Hinkie nevű, a Philadelphia-nak volt general manager, hívott egyszer fel, hogy egy hasonló előadásra ült a Bostonban, ahol mondjuk ezre vannak, és mondta, hogy Gábor, eljutottunk odáig, hogy ez egy valami. Tehát ez egy most ugyanúgy, hogy lehet, ezt ide fel lehet írni. És ez szenzációs dolog, hogy ennyi embert érdekel az, hogy a számok erejéből mit tudunk kihozni. Úgyhogy ezúton is köszönöm mindenkinek, hogy beült meghallgatni. Maga a sportanalitika egyébként nem egy olyan exakt tudományág, mint a matematika, vagy hogy tehát nincsenek szabályok, amiket egyértelműen tudunk követni. Én megpróbálok majd minél több gyakorlati példát mutatni, egy minimális ilyen alapismereteket, hogy egyáltalán egy ábra van körülbelül, amit a diákoktól visszaszoktam kérni, hogy valamihez tudjuk kötni egyáltalán a tudást, de egyébként
Amit az elején is mondtam, ez inkább a lehetőségeknek a felhasználása, meg jó koncepciók gyártása. És erre próbálok majd egy-két példát mutatni, mert talán közelebb jutunk ahhoz, hogy a mindennapi életben is ti is sikeresebbek lehessetek. Itt az egyetlen ábránk. Gyakorlatilag a végső cél az micsoda? Minden egyes edzésen, minden egyes pillanatban, amikor a szakmátokkal foglalkoztok, az a lényeg, hogy egyel több meccset nyerjünk. Ugye? Ez az a végcél. Ez a informatika azt tudja hozzáadni, hogy rettentő sok adatot összeszedünk. Úgy szoktam mondani egyébként a hallgatóságnak, a diáknak, hogy egyszerűen adatkapzsinak kell lenni. Nincs rá jobb szó. Ezeket tapasztaltam a különböző ügyfeleknek is, akiket dolgoztunk. Megkérdezem, hogy szükség van-e az uruguayi másodosztály adataira egy NBA csapatnak? Igen, mindenre. Ugye? Tehát tudjuk a Dirk Nowitzki óta, hogy bárhonnan ki lehet halászni egy igazán jó játékost. Most ezt lefordítva a mi kis magyar valóságunkra, hogyha mondjuk teszem, azt lenne egy olyan adatbázis, ami benne van az összes 6., 7., 8. diáknak a testmagassága, mennyit dob kislabdával, hánymétert, merincszínlabda, jó pár ilyen dolga, amit egyébként vezetünk, és ilyen kockás papírokon, füzetekben gyűlnek az adatok, akkor azért érezhető, hogy azt így szívesen böngésznétek, nem? És biztos vagyok abban is, hogy van Magyarországon valahol egy faluban 2 méter fölötti olyan gyerek, aki masszívan az átlag felett tudna teljesíteni a sportban, csak nem került a kezébe úgy kosárlabda, hogy mondjuk versenyhelyzetben, vagy egyáltalán edzés egyszer lemelsen. Ez is talán egy olyan eklatáns példa arra, hogy rettentő sok lehetőségünk van, de nem biztos, hogy kihasználjuk maximálisan őket. Visszakanyarod az ábránkhoz, ugye a döntés, támogatás, időmegtakarítás, versenyen, ezek az első pár kulcsszó. Pontosan az a célunk, hogy mondjuk egy edző a szubjektív hozzáadott értékén túl objektív tényekre is tudjon támaszkodni. Mai napig, ha megnézitek egyébként a boxkai, a statisztikáját egy meccsnek, ott van végén egy olyan value, ami ad egy érték, egy valamilyen szám, általában mondjuk a jobbaknál 20-30, a gyengébeknél 0 valamennyi. Illetve van még egy pár ilyen mérőszám, hogy plusz-minusz, hogy amíg a pályán volt az adott játékosodnak, akkor mennyit a csapat nyert vagy veszített ebbe az időszakban. De azért olyan nagyon objektív, olyan nincsen, hogy azt tudja mondani, hogy a Kristóf, aki most lelép, ő jó játékos vagy nem? Ugye? Tehát, hogy nincsen olyan, hogy a testmagasság megvan, jól dolgozik, de nem tudjuk azt megmondani, hogy valójában melyik ligában mennyire lenne jó. Tehát egy jó benchmark számokat próbálunk meghatározni, ami alapján majd az edzők egyébként az ő szubjektív döntésük alapján tovább lépnek. Tehát magának a sportanalitikának nem feladata a döntést meghozni helyettetek, csak támogatni próbál. Tehát ha bármikor bármilyen statisztikussal beszéltek, akkor ideális esetben azt kell lássátok, hogy ad nektek egy nagy számteget, maximum rámutat egy-egy kulcs értékre alapon, de egyébként nem helyette dönt. Ez tényleg a kényelmi funkció. Aztán nyilván ennek van ezer más következménye is, a klubvezetésre kihat, hogy mondjuk veszünk drágán egy rossz játékost, vagy veszünk olcsón egy jó játékost. Ugye a Moneyball óta tudjuk, hogy a legegyszerűbb az, hogyha olcsón veszünk a jót, de ezt nagyon nehéz meghatározni, hogy hogyan. Ezekben segíthetnek talán a számok. Vagy legalábbis én inkább azt mondanám, hogy nem fogunk a sport analitika miatt több meccset nyerni, de nagyobb esélyünk lesz rá, és talán ez a fontos az egészben. Nem fogunk jobb játékosokat 100%-osan igazolni, mert akkor mindenki ezt csinálna egyébként, hanem megadjuk magunknak az esélyt, hogy ez bekövetkezhessen. És talán ez inkább a fontos a dologban. Adatmenedzsment. A napi szinten gondolom használjátok mondjuk a szövetségnek a szájtját, a jegyzőkönyvek kerülnek a kezeitekbe. Lényeg a lényeg, hogy rettentő sok adat áll általánosabban rendelkezésre. Még azt mondom, hogy egy megyei első osztályú csapatnál is azért elérhető jó pár információ ugye a megyei szövetségek oldalai. Fontos az, hogy szinte biztos vagyok benne, hogyha most készfeltartással dolgoznánk, akkor nagyon kevés helyen jönne az, hogy szerveren adott struktúrában vannak tartva az adatok, inkább ilyen Excel, saját doksik, ilyesmik. Ha 10 év múlva találkoznánk itt, akkor valószínűleg a több kéz emelkedne. Abban biztos vagyok. Tehát el fogjuk jutni odáig, hogy egyre többen, és akkor miért ne lépjük meg ezt az előnyt. Picit olyas, mint a labdarúgásban, a videóbíróban biztosak vagyunk, hogy 10 év múlva már masszívan használva lesz, ez most már csak időhúzás innentől kezdve, vagy nem vezetik be úgy tömegesen.
Aztán, hogyha, ha most elképzelünk egy virtuális klubot, ezt szoktuk egyébként órákkal is rendszeresen, hogy van végtelen pénzünk, tudom, ez itt jól kezdődik, hogyan használnánk fel, hogyan költenénk el. Amit említettem ezen is, hogy adatkapzsi lennék biztosan, tehát megpróbálnánk minél több adatot beszedni, ami segíthet nekem. Ezek egy pár szlájddal később majd látni fogjuk, hogy egyáltalán honnan tudnak jönni. Mindenképpen valami rendszerezett formában tartnám az adatokat, különösen azért, mert soha nem lehet tudni, hogy mondjuk melyik klubvezető, hogy cserélődik egyebek, és azért azt, mint az unokáinktól kölcsön kapott föld, olyasmi példával tudnék élni, hogy azért, hogyha minél több adatot hátraadjunk, akkor lehet, hogy mondjuk az egész kis gyerekekről is sok adatunk lesz, meg lesz a fejlődési görbéje, ahhoz rá tudjuk illeszteni esetleg egy másik játékosira, akiről top profilet, és azt tudjuk mondani, hogy na, vele külön érdemes foglalkozni, a többiekkel pedig az általános dolgokat csinálni. Ugye általában a csapatoknál mi szokott lenni az első reakció arra, hogy adatokat beszélni, hogy hát honnan van nekem erre időm, energiám, ugye? Ez egy tipikus probléma. A legtöbb szövetségnél, ugye a kosárlabda szövetségnél is van arra mód, hogy adott rendezett formában kapjuk az adatokat. Tehát ezt érdemes kiaknázni. Sokszor csak egy olyan lépést kell pluszban megtenni az ügy érdekében, hogy be tudjátok szedni az információt, ami azért megtehető. Nyilván érdemes informatikus tartani a házán, és tudom, hogy ez már pénzkérdés ettől a pillanattól kezdve, a lehetőségeket itt is ki kell maximalizálni. Ezen túlmenőleg itt van még egy kulcsmondat. Én konkrétan a diplomamunkámat ebből a Full Court nevű programból írtam, aminek így szűk baráti körben vagyunk, elmondhatom, hogy mi a piaci sikerének a titka, az, hogy nagyon kevés egérmozgással nagyon sok adatot lehet felvinni. Ennyi. Nem az, hogy szebb a felület, vagy hogy jobban tudjuk, hogy a három pontos vonalnak mi a pontos rádiusza, hanem az, hogy könnyíteni az adatrögzítőnek az életét. Miért? Mert a meccs az gyors. Ugye ott ülök, és hogyha egy pillanatra nem nézek, nem jól látom, akkor elmegy az eset, torzul az adat, rossz információt az edzőnek, rossz döntés születik. Ugye? Tehát egy pici klikkelésből mennyi plusz tud keletkezni. Amikor évelei statisztikus továbbképző van, akkor ezt rendszeresen elmondjuk, hogy úgy tűnhet, hogy egy-egy klikkelésed nem annyira fontos, de igen. Tehát mindegyik, ennek az összhalmaza az adatoknak az borzasztóan értékes és fontos. Analitikai modellek. Ugye az előbb már így szörmentén érintettem a történetet, hogy múltbeli tényadatokra alapoz, nem hoz döntéseket, ez is ugye elhangzott egyszer, és mire tudjuk használni, mindenféle jövőbeli kimeneteleket próbáljunk meghatározni. Rém egyszerű dolog, megnézzük, mondjuk alsóházi csapat vagyunk, megnézzük, hogy a felső, most egy felső, mondjuk az első ellen játszunk, és átvezek el, melyit szoktunk dobni, ha már volt egy előző meccs, akkor annak az adatait összevetni, és hogy milyen tempót válasszunk a meccshez. Ugye? Tehát, hogy kijöhet az, hogy akkor van esélyünk, hogyha általában 14 másodperc után dobjuk el a dobást. És egyébként még megnézzük az ellenfélnek ugyanezt az értékét, hogy ők 14 másodperc után milyen gyakran kapnak kosarat. Csak egy ilyen rémegyszerű történet, nyilván a nagyon durva mélységig el lehet menni, és erre utaltam az elején, hogy nincs egy konkrét képlet. Tehát minden egyes esetben, amikor hozzánk jön egy ügyfél, akkor egy speciális megoldást kínálunk nekik. Majd jó párat fogok mesélni, így NBA-s eseteket is, meg nyilván van egy pár ilyen, ami standard, amit mindenhol használnak. Információs rendszerek, hát erősen a szívem csücske. Ez nem más, mint hogy prezentáljuk magát az adatot. Tehát az rendben van, hogy ott ülünk egy nagy adatbázison, számok, betűk halmaza, száraz, tehát így egyszerűen nyilvánvaló, hogy nem átlag ember személynek való a történet, ezért kellenek olyan felületek, amin jól értelmezhetően ott van az adat. Egyébként valahol ugyanez a zsebünkben lévő számítógép esete, hogy eljutottunk odáig, hogy most már tényleg színes szagos minden. Aki még ilyen doszos és egyéb környezetben, ugyanez a Full Court elődje egy Bolsis nevű program volt, hogy egy falapon voltak különböző nyomógombok és ilyen doszos felület, ilyen fekete-fehér gombok tömkelete volt az egész, ami nyilván akkor az egy nagyon durván jövőben mutató eszköz volt, de ma már nyilván egy edző mást vár el az, hogy nagy felbontású videóm legyen, gyorsan tudjak benne keresni, meg legyen az összes videóm a teljes szezonról, benne legyenek az időpecsétek, hogy mikor mi történt, azonnal reagáljon, tehát az már nem fér bele, hogy indítjuk egy lekérést, és akkor az úgy percekig számol.
Ugye azt így érezzük, hogy ennél egy picit jobban felgyorsult a világ. Különösen azért, mert ezeket az eszközöket már nem csak feltétlenül a mérkőzésekre való felkészülésen tudjuk használni, hanem ad abszurdum akár mérkőzés közben. Mondok egy egyszerű példát, a Houston Rockets az egyik legnagyobb ügyfelünk. Konkrétan, amit láttok, van egy ilyen lecsík körbe, ugye ilyen hirdetések szoktak rajta futni. És van egy szegmens, ami nem hirdetés, hanem ül valaki a irodában, és folyamatosan a győzelmi esély százalékot írja ki a különböző, hogy mondjuk, hogyha bikát játszunk, akkor ennyi a győzelmi esély százalék. És ezt így az ellenfél nyilván nem feltétlenül tudja, hogy nem tudják, hogy mik a jelek, vagy hol vannak, de visszacsa, valós idői visszacsatolásra menne. Azért érezhet, hogy ez már egy más dimenzió, igaz? Szóval nem egy általános eset. Lényeg a lényeg, hogy olyan felületeket várunk el az élettől, amik beszédesek, könnyen kezelhetőek, és tényleg a mindennapi munkátokat gyorsítja, segíti. Talán a legfontosabb szlájd a mai előadásban ez, amihez most jutottunk el. Milyen adatok állnak a rendelkezésetekre? Ugye körülbelül ez a határozza meg a folyamat végét, hogy utána mit tudunk belőle kihozni. Megyünk szépen sorba, így a pauz papírokon felfele, hogy pakolódnak egymásra. Minden meccsen készül jegyzőkönyv. Ez zicser, tehát az gyakorlatilag kötelező. Budapest bajnokságban játszottunk saját csapattal, ott gyakorlatilag csak jegyzőkönyv volt, és amit említettem, hogy a kockák sportol, tehát ennyit sikerült elérni, gyakorlatilag már abból olyan mennyiségű adatot meg lehetett tudni, hogy általában mennyit dobnak, kidobja rosszul a büntetőt. Hány hármas dobó vagy adott játékos, milyen gyakran jár meccse, melyik napokon nem jár meccse, ugye? Rettentő sok kis alapinformáció kijön belőle, pedig csak egy egyszerű papír, egy alapjegyzőkönyv. Akár még, hogyha az is meglenne, hogy hanyadik percben faltol többet, ugye még az is egy plusz információ lehetne, de ami akkor a Budapesti Szövetség honlapján elérhető volt, az nekünk a maga volt a Kánaán, nyertünk veretlenül bajnokságot, úgyhogy az volt a karrierháj. Következő lépcső, amikor már vannak boxscore adatok, ugye ez ismerős mindenkinek, amit a végén kinyomtatunk egy ilyen A4-es oldalt, ami összefoglalja a mérkőzésnek az összes dobás, lepattanók, szerzett labda, egyebek. Ez körülbelül azt kell mondja, hogy borzasztó áldott állapotban van a dolog, hogy mi a kosárlabdából élünk, hiszen itt egész jól kategorizálhatóak az adatok, ugye? Azért mondjuk, hogyha ezt megnézzük labdarúgásnál, van összesen egy gól is, hogy hogyan függ össze az eladott labda meg a rúgott gól, hát nem nagyon. Tehát itt azért elég sok minden kiszámolható előre, vagy legalábbis jók a összefüggések. Nem véletlen a Moneyball, hogy talán a legjobb ilyen értem, a legkönnyebben rögzíthető sportág az a pont a baseball, ami mondjuk ugye Magyarországon nem éppen elterjed, de talán azt kell mondjam, hogy a kosárlabda a másik vonalban van, legalábbis ez a minimum. Aztán hát itt jönnek, innentől jönnek az érdekesebb történések, ami minket körülbelül ezért szoktak elkezdeni hívni, hogy eseménylista adatok. Tehát, hogy milyen sorrendben történt az adatok. Nyilván nem kell messzire menni, hogyha van egy meccs, ami 20 ponttal vezet az ellenfél, és úgy dobok 10 pontot a garbage time-ban, az nem ugyanaz, mint hogyha mínusz 2-nél dobok úgy egy 3-ast, hogy van hátra 5 másodperc. Tehát ez egy nagyon lényegi információ. Tehát én azt mondom, hogy ha nincs is az adott ligában, ahol tevékenykedtek eseménylista információ, akkor legalább saját magatoknak érdemes vezetni, és abból megpróbálni olyan súlyozott statisztikákat kigyűjteni, ami aztán a döntéseket segítheti. Én jól tudom, hogy minden edzőnek itt van a legjobb eszköze, tehát az egyértelmű, csak sokszor azért az, hogy bizonyosságot szerezze arról, hogy ez tényleg így van, arra jók a számok. Vagy azért, hogy azt tud mutatni a játékosodnak oktatási célra, hogy figyelj, hogyha te, vagy ilyen dobás térképekre is így átérünk, mondjuk azt mondom, hogy a hárompontos vonalon egy lépéssel beljebbről dobod el, akkor az messze is van, meg rossz dobó százaléka is dobod, az egy buta kettesnek számít. Hogy akkor inkább dobj egy hármas, vagy menj közel, vagy egyébek. Tehát, hogy, és mindannyiunkban benne van ez, hogy aki egyszer pályára lépett, ugye oxigénhiányig eljutunk nagyon hamar, hogy én biztos jól csinálom ezt. Ugye ez mindannyiunkban megvan, aki egyszer labdát fogott a kezébe, hogy mondjuk nem tudom, a büntető sarkáról biztos, hogy jól dobom, pláne, hogyha nem tudom, egy leütés és direkt még oldalra kilépek. Csak ezt le is lehet mérni, és utána az milyen megnyugtató, hogy tényleg, vagy milyen, mennyire át tudja kapcsolni az ember agyát, hogy ja nem.
eseménylista, tehát ez gyakorlatilag mondjuk egy magyar bajnoki meccsen egyébként rendelkezésre áll, a legritkább esetben szokták egyébként a klubok eljuttatni odáig a rendszeréket, hogy ezt ténylegesen használják is, pedig nagyon izgalmas. És látjátok azt, hogy ahogy így épül fel a lista, még csak a harmadiknál járunk, és már itt azért érződik, hogy ez egy ilyen szürke zóna. Tehát Magyarországon szerintem az NB1-ben talán egy 4-5 klub, hogyha használ eseménylista szintű adatokat, még hogyha nem is arra, hogy összesítettek, hanem majd amit a vége fele fogunk látni, egy videófilmlistázás. Eseménylisták esemény helyekkel kiegészítve, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy konkrétan hol történt a dolog. Mondjuk egy falt, vagy hol, milyen élethelyzetnél. Tehát, hogy legyenek mondjuk belőle dobástérképeink. Sőt, nekem az egyik személyes kedvencem az az, hogy lepattanó térkép egy adott játékosról. Az is egy milyen szexi dolog, nem? Hogy meddig nyúlik ki az a sziget, ahol ő egyáltalán lepattanó tud szerezni. Még ugye mindig ez a Rodman-es példa, hogy nézte, hogy hova pattan, és oda ment előre, és az ő térkép az így jól beszínezte volna a fehér lapot. Egy Yao Ming, meg mondjuk a relatíve rövid kezével, ahhoz képest, hogy milyen magas volt, relatíve kis szigetet rajzolt, de azt nagyon, nagyon biztosan tudta hozni. Következő szint, amikor ugyanezek az eseménylisták ki vannak egészítve még időpecsétekkel. Aztán érzitek, ugye, hogy így egyre masszívabb adatmennyiséget rakunk rá, egyre mélyebbre ásunk abban, hogy mit tudunk kiszedni egy meccsből. Sőt, egyébként még tovább megyek egy picit. Edzésen, és van olyan csapat, aki azt kérte tőlünk, hogy a bemelegítésnél scoutoljuk gyakorlatilag a játékosokat, és azt megnézni, hogy összefügg-e a meccsen mutatott teljesítményével. Ez is egyébként, mint emberi lények, ezt így azért szoktuk érezni, hogy nem jól ment a bemelegítés, és utána meccsen majd jó lesz, vagy pont nem. Tehát ez mindenkinek egy kicsit így a pszichés oldalán, hogy előjön. Akkor még egyel előrébb lévő történet, ezek a játékos követő rendszerek, ami a 2000-es évek közepén pont ebben tudtunk egy nagyon érdekes megoldásra előjönni, aminek majd a lelkét azt így mindjárt megosztom itt veletek, mert most már lejárt az a idő, amikor beszéltek egyáltalán a történetről. Következő szint ez az eseményvideók, és talán ez az, ami így a leggyakrabban előforduló dolog. Tehát még a VHS-es időben is ugye próbálták az edzők a kulcsjeleneteket kiszedni, most szerencsére annál azért előrébb járunk, hogy kazettát kelljen cserélni. Ott a fiatalabbaknak mondom, hogy volt még olyan, hogy kazettát kellett cserélni. Akkor mi az a kazetta, tudom. Ma már az azért teljesen jogos elvárás, hogy azt mondhassam, hogy van egy olyan központi szerverem, akár úgy, hogy a saját irodánkban egy NAS, ami rajta van az összes meccsünk. Ugye ez azért nem tűnik olyan őrült technikai kihívásnak. Aztán van egy következő elvárásom, hogy mondjuk én szeretném azt, hogy ezek az időpecsétekkel ellátott eseménylisták, ezek így össze legyenek kötve a videóval. És utána azt tudja mondani, hogy kíváncsi vagyok mondjuk egy adott játékosnak az összes 3 pontos dobására ebbe a szezonba, időrendi sorrendben. Mert én közben azt tudom, hogy én dobás technikát tanítok neki, és ad abszurdum, még azt is mondhatom neki, hogy gyere csak üljünk le, van rémegyszerű matematikai dolog. Egy ember ráadom mondjuk egy szezonban 103-ast meccsen, akár ha edzésre van időnk, akkor ugye még többet. Van a 103-asa, megvan az időpecsét, hogy itt a filmünk, és ekkor dobta el konkrétan, előtte 1-2 másodpercet megnézni, és utána mondjuk egyet, de egyébként az igazán jó edzőnek konkrétan nullát után őt nem az érdekli, hanem az, hogy dobta el, nem így kell, hogy jelentsen, az biztos. És oktatom, hogy húzd be a könyöködet, menjen végig a kezelébek, és meg tudod mutatni neki, hogy szeptemberben így dobtál, decemberben így, márciusban így, jól csinálod, nyerni fogunk még egy meccset, csak azért is. Ugye? Tehát így érezted, és közben mi történt, hogy csak vettünk egy kamerát. Ez szerintem elég jó befektetés. És játékosként pedig ha ilyen szintű törődést érez az ember, az megint csak szóval brutál boostot ad. Következő szint, hogyha erre még egyéb olyan szubjektív információkat rá tudunk tenni, hogy pulzus, bőrellenállás, miket mondjak még, akár olyan szubjektív dolgok is, hogy akkor éppen mit játszottunk, hogy uptempo vagy nem. Ugye? Mert az egy rettentő szubja, hogy milyen figura ment akkor éppen, és utána már vissza tudok egy olyan szűrést is csinálni, hogy kíváncsi vagyok az összes egyes figuránkra, amikor ez az ötös volt fönt, azt nézzük meg. És aztán majd abból én döntök. A kis technikus emberke, ott ő mellettem, én ezt megkérem tőle, ő megcsinálja, és karba tett kézzel várja, hogy mi a következő kérés. De miközben ugye megkaptuk a pillanatokon belül a választ, és tudunk dönteni, hogy hogyan tovább.
Itt van ennek ezen a szlájdon a grafikai megjelenése. Minden egyes réteg egy-egy plusz információt jelent. Próbáltam a grafikai készségemet a legjobban kihasználni, remélem, hogy át fog jönni a történet. Ugye van egy ez a film csík, ez maga a meccsnek a videója. A következő az egy játékosnak mondjuk a pulzusgörbéje, de ezt érezzük, hogy ebből bármennyi lehet, ugye? Tehát az megvan, hogy itt nincs olyan határ, hogy most én csak 5-5 vagy 10-et tudok, hanem bármennyi. Következő sor, ez pont a fullkortos ikonokból, hogy mit csinált az adott ember, itt egy védőlepattanó, itt egy kiharcolt fal, itt egy assziszt, itt egy támadólepattanó, tehát megvannak azok, hogy pontosan mikor történt. A sok kis pauszpapírnak a összekapcsolása pedig nem más, mint az idő, a konkrét valós óra idő. Tehát nem a meccs idő feltétlenül, hanem a valós idő. Akkor tudjuk, hogy jól szinkronizálni. Nagyon sok különböző adatunk van, mondjuk egy polárból, amit kinyerek adatot, az nyilván nem tudja, hogy hanyadik, negyed, hanyadik perce. Ugye ez egyértelmű? Tehát ez az egyetlen kulcs, amit igazán tudunk használni, az maga az idő. Aztán itt a következő szint, ami rajta van az, hogy milyen dobás helyről, vagy milyen esemény helyen történt az adott filmlista esemény. Aztán még egyel feljebb, amit szintén így említettem, hogy itt mondjuk átálltunk 1-3-1-ről emberfogásra, vagy itt van az edző valamit rámond. Ez is egy olyan technikai eszköz, ami már nem kihívás beszerezni. Ugye gyakorlatilag egy diktafonszerű megoldás, hogy az ember rajta van folyamatos, és mondjuk egy másod edzőnek az a feladata, hogy direkt mondok szubjektív dolgot, van egy amerikai légiósunk, meg van egy szerb, és nem bírják egymást. Tudjuk, tehát hogy ez köztudott, és amikor ilyen esetnek van nyoma, olyan szemmel látható nyoma, ami nem is biztos, hogy él a labda, hanem mondjuk egy időkérésnél direkt nem adja oda neki a vizet vagy egyebek, akkor egy ilyen hangpecsétet letesz a másodedző, és utána azt tudjuk mondani, hogy srácok, gyertek, mutatok valamit. Itt, ebben a szituációban ti nem dolgoztatok együtt, nem fogunk több meccset nyerni. Ugye? És ezt kikeresni egyébként egy meccs videóból, az egy kicsit nehézkes, de ott van az időpecsét, akkor viszonylag gyorsan megy, és nem is kell vele sok időt tölteni, és megint egy olyan felhasználása van az informatikának, ami nem is feltétlenül sportszakmai, hanem az emberi oldalát hozza ki. Itt jön a következő, amit az előbb említettem, ez a játékos követős történet. Itt kapcsoljuk be az öveket, ez egy kicsit így technikai lesz, de próbálom a lehető legkevésbé informatikus mérnökként előadni magamat. Van egy videónk, amin konkrétan látszik a mérkőzésnek a képe. Ez itt az. Ez a képkocka. Erre ráteszünk egy négyzetrácsos hálót, és megnézzük, hogy milyen színű pixel van az adott négyzetrácsban. Tehát, hogy most én csinálnék itt rólatok egy képet, ugye nem nagyon mozdul senki, akkor nagyjából ugyanazok, ha mindig megnézem, hogy adott pixel milyen szín van, akkor ugyanazt a képpontot adná. Egy meccsen ez nem így van, mert szaladgálnak az emberek, de hogyha a fix kameraképen mindig megnézzük ugyanazt a képpontot, hogy mi a leggyakoribb szín, akkor az mit fog kiadni? A pályának a képét. Tehát egy üres parketta szint. Meg tudjuk azt csinálni, mindjárt megmutatom a végeredményét a dolognak, ugye itt látszik, hogy mozognak az emberek, mindenféle helyre eljutnak, és a leggyakoribb szint itt leraktam, az látható, hogy ez a parketta szín. Mindjárt egy kicsit a végeredmény képből talán még egyértelműbb lesz a dolog. Tehát egymásra pakoltam egy csomó képet, átszúrtam egy tűvel, megnéztem, hogy ott mi a leggyakoribb képpont, és általában a parkettának a színe. Miért csináljuk ezt az egészet? Hogy legyen egy olyan videófelvételünk, vagy egy olyan képkockánk, amin nincsen senki. De ugyanazt a képet mutatja. Majd kivonom belőle azt a képet, amin van valaki, és megvan a játékosom körberajzolva. Kicsit futurisztikusan hangozhat, de mindjárt mutatom ezt, ennek a végeredményét, hogy ebből mi jött ki. Nem tudom, mennyire látszik, picit próbál beállítani, mert ez fog lépkedni. Hátul is, hogy látszik nagyjából a végeredmény? Tehát van egy olyan fekete képünk, mint a rendőrségnél, amikor a szegény hullát körberajzolják, megvan mindenki, és ez mire jó? Azt, hogy meg tudom határozni, hogy ki hol volt az adott pillanatban a pályán. Ez, mint az aranyrúd annyit ér körülbelül egy kosárcsapatnál. Nem használtam manuális munkát gyakorlatilag rá. Megvan mindenkiről, hogy ki hol volt. Megvan a filmlistán, megvan a időpecsétek. Hozzá tudom kötni, hogy ki hol volt. És azt gondoljátok el, hogy ebből, mint egy folyón mész, és az óceánhoz kijutottál, ebből az következik. Hogy meg tudom azt mondani, hogy melyik figuránál ki hol volt az ellenfélnél, és hova kell majd menjek. Melyik
helyre, ha eljutottál, akkor mennyivel valószínűbb, hogy be fogod dobni. Ez így érezhető nagyjából, vagy hogy micsoda lehetőségek nyílnak meg abban a pillanatban, hogyha nekem megvan minden egyes emberről, minden egyes időpillanatban, hogy hol volt. Labdarúgásban biztos jött ez már szem, hogy hány kilométert futott a meccsen. Tegyük a szívünkre a kezünket, hogyha azon múlna, hogy mondjuk német válogatott labdarúgók legyünk, akkor azért a 10 kilométert bármelyikünk le tudná futni. Itt ennél jóval mélyebb adatokat kell kiszedni belőle. Az, hogy hol koszoljuk a pályát, merre megy a figura, annak mi a valószínűsége, hogy sikeres lesz a dolog. Ezek itt már... Ugye, megpróbáltuk ezeket az adatokat egyébként átültetni, a kosaras tudásokat megpróbáltuk labdarúgásra is átültetni. Nem eszi meg a rendszer. Tehát valamiért a mi nyelvünk, ez a kosár statisztika nyelv, ez egyébként a labdarúgásban nem megy át egyszerűen. Tehát itt nem lesz ilyen nyomtatott statisztika. Megnézitek mondjuk az MLS adatbankját, amit szintén mi kezelünk az utóbbi fél évben, ott még mindig csak egy ilyen alapjegyzőkönyv van. Ha megnézzük a kosárlabdánál, ott azért mélység van, ugyanaz vízilabdán is egész jól áll. Következő, ez is labdarúgás, ezeket azért tettem be csak, hogy adatvizualizációról egy picit tudjak beszélni, hogy milyen formában tálaljuk az edzőknek az adatokat, amivel nagyon gyorsan, nagyon könnyen átláthatóan meg tudjátok kapni a lényeget. Itt annyi történik mindössze, hogy ha valaki valami jót csinál, akkor lekeletkezik egy zöld pötty, hogyha sokat, akkor egyre nagyobb lufi van, hogyha rosszat, akkor pedig a piros. Ugyanez kosár is ugye könnyen át lehet vetíteni, hogy elkezdik a meccs, még mindenki jól van, nem fáradt, van oxigén, pár jó dolog történik, és aztán egyszer csak elkezd valakivel történni sok rossz. Mire használjuk ezt? Azt, hogy hány percet tartsam azt az embert a pályán, és csak megnézem a képet ott a meccs közben ad abszurdum, és már látom is a végeredményt. Ez is egyik személyes kedvencem, még mindig ugye a labdarúgás, de ugyanezt megtehetnénk kosárlabdában is. Azt mutatja, hogy általánosságban ki hol van a pályán, kikinek passzol, és milyen gyakran. És még egyet mutat, itt szeretnék egy kézfeltartást, melyik csapat nyert, a bal vagy a jobb oldali? Ki mondja, hogy a bal oldali nyert? Szabad jelentkezni, bátran. Lehet használni a kezet is, bátran. Ki szerint nyert a jobb oldali csapat? Okay. És ki az, aki nem jelentkezett? Szuper, bátran legközelebb. A bal oldali a válasz egyébként, és azért, mert ugye át tudta tolni a passzainak a jelentős részét az ellenfél tél felére, és az emberei, ugye ez semmi másról nem szól, mint területet akarunk nyerni. Minden labdajáték gyakorlatilag arról szól, hogy területet akarunk nyerni. Ők nyertek több területet, ők nyerték a meccset is. Ez már egy kicsit ismerősebb kép lesz. Ez is egy olyan adatvizualizáció, ami egy edzőnek segítséget adhat. Ezek a kis kaptárok, ugye ez egy dobás térkép, úgy normalizálva, hogy 4 NBA szezonnyi adat egy képen. Tehát ez ugye közel 5000 mérkőzésnek az összes dobásának a adatai. Minél nagyobb a kis hatszög, annál többet dobtak onnan. Minél itt látszanak a színeknél, hogy mennyit ért egy adott dobás egy adott helyről, az pedig azt mutatja a színkód maga. Ugye a zöld a legjobb, a piros a legrosszabb, a sárga ilyen közepes. Előbb említettem ezt a buta kettes történetet, hát látszik, hogy azért erre így rájöttek a játékosok, hogy innen azért nem nagyon kell rádobni, mert viszonylag rossz az értéke. Ugyanaz egyébként igaz a könyök, a büntető van a két vége, de ezeket mondjuk nyilván meg a sarok hármas egy picivel jobb egyébként, ugye, mert ott közelem van a vonal. Buta kettes. Konkrétan van olyan csapat, amelyik egy szezonban összesen 84-et meg 74-et dobott rá, ez a két csapat, ennek a kettőnek dolgozunk. Talán nem véletlenül. Tehát fordítva volt, nem mi mondtuk, hogy ne dobják rá a kettest, csak az adatot tőlünk veszik, abból ilyen következés vonnak le, és talán nem dobják el. Az utóbbi években ugye egyértelmű, hogy a hármas értékelődött nagyon föl, hogy rettentő sok hármas dobnak, ugye sorra dőlnek meg a rekordok, Curry és Cleveland jó játékosok sora miatt. Ugyanerre egy egyéb magyarázó ábra, amin látszik, hogy a könyök hármas, vagy a könyökről, a büntető két végéről ritkán dobnak rá relatíve. Ez is pusztán a számok alapján, ez nem úgy történt, hogy
beszélget az edzési játékos, hogy nem lehet, hogy annál nem kéne rádobni, nem, hanem masszív adatmennyiséget összeszedtek. Volt egy analitikai modell, azt mondta, hogy nézzük meg, hogy milyen dobás távolsághoz, meg dobás helyhez milyen hatékonyság vagy pontérték tartozik, azt vessük papírra, legyen belőle egy adat vizualizáció, ami itt van, és utána hozunk egy döntést, mi a döntés, hogy annál nem kell rádobni. Ez még nem igaz, köszönöm a figyelmet, ez egy korábbi történetnek a vége. Most egy picit átmegyünk egy másikra, mert tényleg hoztam elég sok olyan alap anyagot, amiket szoktam máshol is mutogatni. Hogyha a gép is úgy akarja. Ha nem, akkor meg áttesszük. Itt lesz. Oké, okay. Hát viszonylag kicsi a felmontása a kivetítőnek, talán ott a tévén hátul jobban látszódnak a dolgok. Végeztünk egy olyan kutatást, utolsó dobások, megint a Saidhoz fordulok. Hányszor nyerted meg azokat a meccseket, amikor utolsó másperces dobás kellett ahhoz, hogy nyert hátrányban voltatok, vagy X volt, és hányszor nyertetek fele, legtöbbször, legkevésbé? Aha. Általánosabb ugye az épül be, a pozitív elfogultság nyilván a fejünkben van, legtöbb a játékosok mindig azt mondják, hogy mindig, nem kell, mindet. És mindenki tud mondani legalább egy vagy két olyan példát, amikor ő mindig. És nyilván van egy pár, amikor nem. Döbbenetes számok jönnek ki egyébként, ha megnézitek, hogy mi történik adott élethelyzeteknél. Az egyik az, hogy ha 3 pont hátrányban vagyunk, szigorúan az utolsó dobásokra beszélünk, ugye ez egyértelmű itt az adott helyzetben, és mi történik? Ilyenkor szerzett labda, eladott labda marginális, ami minket sokkal jobban érdekel, hogy 21%-kal dobják ilyenkor a büntetőt. Jogos, mert ugye direkt ki akarom hagyni, hogy hátra majd vissza tudom szedni, és abból tudunk nyerni. Kettes, viszonylag magas százalék, mert hagynak. Ugye? Hármas, 8%. Tehát most bármelyikünk kezébe adunk egy labdát, egész évben egy biztos, hogy jobban dobja, mint 8% a hármast. Ebből látszik, hogy olyan szintű nyomás van, pusztán a számokból derült ki. Tehát én ezt nem néztem, hogy mi az élet, de igen, az élethelyzetet igen, mert adva volt, hogy 3 pontos hátrányból a labdabirtoklásnál hány rádobás van az adott csapatnak, viszont ennyire gyenge szám jön ki. Következő eset, amit vizsgálunk, amikor 2 pont csak a hátrányunk, itt is ugyanaz a történet, ugye direkt kihagyjuk a büntetőt, ez egyértelmű, tehát azt így is kell, azt kell mondjam, még a 19 sok is, valószínű, hogy az a 19% az a hiba. Tehát, hogy megpróbálta kihagyni, csak nem sikerült, vagy nem konkrétan. Viszont ugye a -2-nél a 2-es, ez is egy olyan dolog, hogy mindenki fejébe el tudja dönteni körülbelül, most legyük azt, hogy időkérés van, -2 labdánk van, ki mondaná azt, hogy dobjunk 2-est, és ki mondaná azt, hogy dobjunk 3-ast? 2-es kidobna? Kidobna 3-ast? Nagyon jó, ugye egy ficivel többen. Többiek hagynák, hogy elveszel a meccs. Azt érzem, hogy ez nem lehet, emberek. Te valamit rá kell dobni. Jó? Oké. Kettesnél ugye a százalékos arány egyébként valami hasonló, hogyha megnézitek, hogy mennyit vállalnak, ugye egy 133 vs. 235, tehát többen vállalnák egyébként a meccs helyzetben is a hármast, viszont a dobó százalékot továbbra is így a botrányos kategóriánál tartanak, tehát a 20%-os kettes dobás. Én is játszottam, tudom, hogy nem fújnak a bírók, tehát azt én értem, hát nyilvánvaló, hogy mindent ők rontanak el, de azért a 20%-nál lehetne jobban dobni. Tehát ez konkrétan arról van szó, hogy nem tudjuk, mi emberek vagyunk, nem tudjuk kikapcsolni azt, hogy mi az élethelyzet. Semmi másról nincsen szó. Mert nem 20%-kal dobnak egy NB1-es játékos, egy NB játékos, amiről itt egyébként szó van. 3-as, 12,64. Itt mentségére szolgáljon mindenkinek, hogy az ellenfél is 3-as dobna, tehát a 3-as jobban védekezik valószínű, és egyébként is egy felállt védelem ellen találkozunk az esetek többségében, időkérés után vagyunk. Még egy ilyet is néztünk egyébként, egy ilyen kutatást is, talán Boris következőnek elő fogja adni, hogy időkérés után egyébként rosszabb a támadásoknak a pontértéket, tehát hány pontot dobunk az időkérés utáni támadásból, mint bármikor máskor. Edzőként ez borzasztó lehet megélni. Tehát azt csak úgy mondom, hogy ha ilyen élethelyzetben vagytok, akkor nyugalom, majd a következő. Itt is van hasonló a helyzet,
hogy mindenki tudja, hogy mire számíthat, nincs gyors indítás, felállt védelem ellen, tudjuk, hogy hármas fognak dobni, tudjuk, hogy ki az a játékos, aki hármas tud dobni, nagyon nehéz bedobni, lehet, hogy a 12,64 az egy egész jó dobó százalék ilyen esetekben. Mínusz egynél, na ez egy izgalmasabb történet, a büntetőt azt dobják 73%, ami nagyjából a normálnak felel meg, még egy kis margabetű, a labdarúgásban a büntető rugó százalék és a kosárlabdában a büntető dobó százalék erősen korrelál. Tehát nagyjából ugyanannyi. Pedig én őszintén bevallom, arra számítottam, hogy a labdarúgásban könnyebb a büntetőt értékesíteni, mint a kosárban. Talán egy picivel, de lényeg a lényeg, hogy nagyjából ugyanannyi. Tehát itt dobja mindenki normálisan. Más kérdés ugye, hogy itt azért ugyanúgy megvan a nyomás. Tehát mínusz egynél, ha ez az utolsó dobás, akkor be kell dobni, nincs alternatíva. Na, kész felemeléshez eljutottunk ismét. Ki gondolja úgy, hogy kettes kell dobni mínusz egynél, és ki az, hogy hármas, kettes? Aha, hármas? Jóval kevesebb, megfordult. A profi csapatoknál fele-fele. A végeredmény 2200 vizsgált esetnél. És egy picit nőtt a dobó százalék. Ugye ezt is egy talán érezzük, hogy valamivel könnyebb mínusz egynél eldobni, mint mínusz kettőnél, bár ez egy hülyeség. Most azért lássuk be. Ugye? Tehát, hogy miért függ attól a dobásomnak a dobó százaléka, hogy mi van mögöttem a táblán felírva két szám, semmennyire. Csak itt van egy másik eszköz, ami bezavar. Következő mutatvány, amikor döntetlen, hogyha ugyanezt most megkérdeznénk, hogy döntetlennél hányszor nyertetek meccset, döntetlennél plusz labdád van, és abból dobhatsz, arra is mindenki azt mondaná szerintem, hogy mindig. Itt azért már jócskán ott tart a dolog, mint a meccs közben is átlagok, és érdekes van az egyetlen szám, ami itt meglepő, az ez, hogy leesik a büntető dobó százalék. Amit őszintén szóval nem nagyon értek. Tehát pont az a hero faktor jöhetne be, hogy ott állok, tudjuk, hogy az utolsó dobás, bedobjon, megnyertük. Ugye, ez hányszor láttuk, pont labdarúgásra van, most nem ennyire a kedvencem, mint amennyire egyszer elmondom, de valamiért ez most beakadt. Hány olyan büntető párbajt láttunk már, amikor az utolsó rugással, ha berugom, akkor megnyertek, azt szinte mindig berúgják tényleg. Tehát annak olyan a pszichés háttere, hogy már látja magát futni ki a többiek közé. Érdekes a kosárban valahogy ez nincs meg. Tehát itt egy picit visszaesik. A 45,36 és a 29,46 százalék az egyébként teljesen normális érték. Itt a következő, ezen még egy picit ennyit tudok segíteni, hogy jobban olvasható legyen. Sőt, az első, hogy a másik büntetőt könnyebb bedobni. Játszunk egy ilyet most, jó? Ki mondja azt, hogy az elsőt könnyebb bedobni? Ki mondja azt, hogy a másodikat könnyebb bedobni? Aha. Harmadik, az előzőekhez képest még könnyebb, vagy még nehezebb, könnyebb? Nehezebb? Meglepő, utóbbi az nekem meglepő. Megy le a pulzus, általában kidob rá három büntetőt, akinek egyébként is jó keze van, mert hármat dobott, és még faltolták is, úgyhogy nézzük a valóságot, hogy mit mutat. Nem sok próbálkozást néztünk meg, 200 ezeret, erre mondom, hogy viszonylag jó érzés úgy államra hajtani a fejemet, hogy ott van a világ összes ligájának, az elmúlt 15 évének az összes adata a szerveren. Szóval az egy olyan tudat, hogy jól lenyírtam a füvet. Nem? És akkor ilyen szép ezeket adatokat egész hamar ki lehet belőle szedni. Az első büntetőt egyébként valóban nehezebb bedobni, ugye itt látszik, hogy van egy 5%-os különbség az első és a második között. A plusz egy az a kettő közt van. Ott egyébként én megvallom őszintén, hogy én rosszabb értéket vártam. Lett ez a 3%, ez az a fajta plusz emocionális érték, ami az, hogy kiharcoltam egy sikeres kosár után még egy büntetőt. Ez is, aki egyszer dobott rá plusz egyet, az tudja, hogy az teljesen más dobni, mint az elsőt a kettőből. Aztán itt a következő, amik a hármasok, ezek a kivételesen olyan kutatás, ami azt mutatta, amire számítunk. Szóval azért a sportban ez is elég ritka, hogy minden másik szöglet egy gól, nem. Nem tudom én, amelyik csapat megszerzi a vezetés, azt mondja, nem. Tehát ilyen típusú info. Ennél legalább most az élet kidobta azt, hogy tényleg az elsőt nehezebb bedobni, és tényleg látszik, hogy aki a három pontosnál harcol ki faltot, az úgy dobja az elsőt, mint már a másikat, és utána még megy fölfelé. Tehát egyre könnyebb a biológia és a kosárlabda összefüggése itt akkor elég egyértelműen bebizonyosodott.
Láttunk az előbb már itt ilyen dobástérképeket, mutatok párat, jó, szerintem jó, szerintem rosszabbakat is. Menjünk innen mondjuk, nem innen, innen. Ugye ez egy általános dobástérkép, ilyet csinálunk mindannyian, x-elünk, körözünk, ugye, kb. Ez a plusz-minuszolások, ezek előfordulnak. Ez az ember hány százalékkal dobja a gyűrűl alá az x-ert? Nem tudom. Ugye, ebből nem derül ki. Sokat dob rá onnan, de nem tudom megmondani. Tehát ez egy jó, ez a nyers, mint nyers adat, ez szenzációs. Ha ezt meg tudnám kapni, mint XY koordinátákat, és hogy sikeres vagy nem sikeres, nagyon boldog lennék. Ehhez szükség van valami olyasmire, mint mondjuk ez. Ez már az előbbi látott normalizált kép. Nem vagyok abban biztos, hogy ez a játékos egyébként ennyire tudja, hogy ő a gyűrűnek csak a jobb oldalá, bal oldaláról dob rá. Rendezői jobbra. Ugye? Tehát ez ő nem biztos, hogy ennyire tudatosan tudja. Viszont, hogyha én fogok védekezni rajta, akkor én tudom. És azt is tudom, hogyha a gyűrű jobb oldalán kapja meg a labdát, akkor onnan még lehet, hogy hagyom is dobni konkrétan, mert itt pirosodnak nagyon a hadszögek. Nem tudom, jött-e bárkinek szembe, van egy Synergy nevű cég, aki egyetlen egy dolgot csinál, végtelen számú meccsnek csinálja meg a videófilm listázását. Tehát megvannak az eseménylisták, és a videóban bejelöljük, hogy ez mikor történt. Gyakorlatilag ez a legalapabb dolog, amit ha egy dolgot megjegyeztek ebből az előadásból, akkor az, hogy legyen a videó, és legyenek bejelölve abba az időpecsétek, hogy mikor történt ez a dolog. Már az azt kell mondjam, hogy olyan segítséget jelenthet, hogy utána ki tudod relatív egyszerűen keresni. És van végtelen számú ingyenes program is, amivel ezeket meg lehet csinálni, vannak fizetősök is, de nem túl pénztárca égető a történet. Visszakanyarodok a Synergy-re és erre az esetre. Sokszor nem pusztán azt nézik az edzők, hogy mi nekünk mi lenne jó, hanem úgy tudom, hogy elrontani másnak a játékát, ugye a védekezés még talán fontosabb ilyen szempontból, mint a támadás. Olyan szintű a Synergy-nek az adatbázisa, hogy ott nem csak a dobás helye van meg, hanem hogy hogy jutottunk oda, hogy hány leütésbe, hogy jobbra indult el, vagy balra, hogy milyen módon kapta a labdát, hogyha catch and shoot, egyéb történések, és be van égetve a játékosok fejébe az, hogy ha az ellenfél ezt csinálja, akkor szabad hagynom, vagy nem. Kifejezetten a Billupsnak volt egy ilyen hibáját találtuk meg, hogy jobbra indulva, hogyha a másik leütést is megcsinált, akkor 10%-kal rosszabbul dobott, mint egyébként. És akkor ezt az emberemnek elmondom, és ha már egyébként ez szóba került, hogy a játékos felkészítése, az a tapasztalat, hogy még el is csináltunk egy kutatást, hogy 3 darab információt lehet egy játékosnak elmondani, ami egy személyre szabad, a negyedikre már nem emlékszik. Még véletlenül sem. Tehát a top-down úgy kell rendezni a dolgokat, hogyha te rájöttél 10 dologra vele kapcsolatban, akkor tényleg a 3 legfontosabbat mondd el. És akkor azok körülbelül meg is ragadnak. Itt egy másik adatvizualizációja ugyanennek a történetnek, hogy honnan dob rá. Nagyjából mindegy, hogy mit választunk, egy nagyon fontos, hogy legyen egy norma, tehát a klubon belül legyen az kitalálva, hogy innen szedjük az adatokat, ilyen dolgok érdekelnek engem ebből, hogy mondjuk, nem tudom én, a falt helyekből meghatározni, hogy háttaláló játékost hányszor faltottunk, mondjuk végjátékban, ugye ez egy nagyon rossz, az egy nagyon nagy hiba, és akkor abból, hogy ez egy jó mérőszám a jelölt játékosod, és akkor utána következik az, hogy hogyan jelenítem meg az adatot, mondjuk így. Tehát választunk egy adott formát, és mondjuk így. Hogy milyen az automatizálhatósága a dolognak, az ez. Tehát beszedtük az összes adatot, még nem fordult körbe, aki most ért körbe először. Beszedtük az összes dobását egy adott, azt hiszem ez egyetemi, nem ez a Clevelandi annó adatok, nem ez NBA adatok, bocsánat, egy szezonnyi összes NBA játékosnak az összes dobása egységes formátumban. És akkor van egy ilyen kis könyv az edzőnek, ma már mondjuk ezt iPadnek hívják, és akár kiosztja a játékosának, hogy ezt nézd meg, tanuljál belőle, hogy ez a játékos honnan dob rá egyáltalán az ellenfelem, és honnan hatékony, meg honnan nem. Ezeket egyébként kifejezetten szeretik a játékosok, hogy de itt is az a fontos, hogy holnap ne cserélgessük a templétet. Lehet, hogy egy picit van jobb, de megfelelő időpontban érdemes cserélni. Következő, amit szeretnék megosztani veletek, az ennek egy, ha én edző lennék, akkor valami ilyesmit biztos szeretnék. Ez egy olyan programnak a desktop videója, amiben benne van a olasz bajnokságból jó pár meccsnek a videófilm listázása. Tehát amit az előbb is mondtam, hogy ha egy dologra emlékszünk majd vissza, akkor ez legyen. Megvan a meccs videónk, betegeltük, hogy mikor történt. Itt még az a szerencsés helyzet is van, hogy
látszik, hogy eseményhelyek is vannak, és az egész felület úgy, hogy van, az egy szűrő. Tehát, hogyha, ha csak megnyomom a lejátszás gombot, akkor mi történik? Lejátsza az egész meccset. Hogyha ráklikkelek egy játékos nevére, akkor csak az ő eseményeit játsza. Ha ráklikkelek még egy játékosra, akkor annak a kettőnek az eseményeit játsza. Tehát mindenhol vagy kapcsolat van a szűrések között. Ha átviszem, itt ráklikkelek arra, hogy sikeres meg sikertelen kettes, akkor annak a két játékosnak a kettes sikeres sikertelen ketteseit mutatja. Hogyha a dobás, a 24-es órának a határát belimitálom mondjuk utolsó 3 másodpercre, akkor csak azokat a kritikus helyzeteket nézem meg ettől a két játékostól, amikor kettes dobtak, és csak 3 másodperc volt hátra a támadó időben. Azért érezhető, hogy nagyon jó bicska, nem? Tehát, hogy egy jó svájci bicska, hogy ezzel azért nagyon sok mindent meg lehet csinálni. És akkor mindehhez még az is megvan, hogy valahol egy szerverről még a videót is elő tudja nekem rántani, konkrétan megmutatja. Most valami hasonlót csinál itt a kolléga, hogy beklikkeli, hogy milyen eseménytípusok, behúzza, hogy milyen 24-es óraállásnál, melyik negyedben, majd mindjárt itt talán sikerült, tehát csak a, mondjuk a negyedik negyedben, nem itt az első negyedet lesz, hanem és elkezdi lejátszani a videót. Itt esetünkben az lesz, hogy sikeres kettes, sikeres sikertelen három, steal vagy blokk, és látszik, hogy az emberünk az 4 ilyet csinált. Ezeket ki tudom tenni kedvencek közé, el tudom küldeni e-mailben az adott embernek, akár a saját eseményét, vagy ha felkészülök egy következő meccsre, akkor az ellenfélnek a legjellemzőbb mozgásait mondjuk kigyűjtöm, átküldök a saját játékosomnak egy 10 olyan videót, amik a legjellemzőbb, és abból nagyon jó oktatást adtam, azt kell mondjam. Tehát ez egy nagyon jó eszköz. Még egy pici technikai dolog, miközben ilyenkor mindig az a jó, hogy így elszalad az idő, nem értem ezt, hogy mi történik, de jó társaságban ez előfordul. Ez egy 1000 éves történet, direkt szedtem ezt elő mai napra, mert már annó is csináltunk ilyeneket. Mi történik itt? Kimentünk a még akkor álló Népstadionba, feltettünk 3 kamerát így 3 irányba, hogy legyen egy panoráma videónk gyakorlatilag. Ezek statikus képek. Az előbb említett színkiejtős módszerrel csináltunk egy üres pályaképet, ahol a játékosok rajta vannak, azt visszavettük, és itt megvan a pontja, hogy ki hol van a pályán. De ami sokkal izgalmasabb, hogy ilyen szeretném ugye a mágnes táblára átforgatni, hogy 2 dimenzióban meglegyen, csak ebben ilyen érdekes dolgok elő ki tudnak jönni, hogy milyen széles a mezőny. Ugyanez kosárnál is ugye rettentő sok olyan dolgot tudunk csinálni, hogy merre billent a pálya. Ugye túltöltöttük az egyik oldalt, direkt ott kiürítettük neki, és akkor onnan dobtál. Kíváncsiak azok az eseményekre, amikor ezt végigcsinálta, ezt a figurát. És akkor ebből az edző ugyancsak szűréseket tud végezni. És hogy miért tettem ezt be? Az azért, mert a minden NB1-es csarnokban lesz 4 kamera jövő évtől kezdve, tehát fej fölötti oldalsó egyebek. Ezek a kameraképe elérhető. Megint csak visszacsatolok oda, hogy az legelejére, hogy honnan van adatunk, ez egy plusz információ. És el kell gondolkodnunk így, akár közösen, akár mindenkinek, hogy használjuk ezt föl. Ugye, mert az a célunk, hogy ebből valami versenyt hozzunk ki a többiekkel szemben. Tehát lesz ilyen a kosárlabdában, hogy minden csarnokból kamerakép, most értelemszerűen a megye első osztály meccseken nem feltétlenül, de az NBA-s meccseken mindenképp. Ha jól számom, akkor maradt 4 egész percünk arra, hogy akár speciális, hogyha valakinek olyan kérdése van, hogy az ő életét hogy lehet könnyíteni ez meg, akár olyasmi, hogy hogy lehet hozzáférni adatokhoz, ilyesmik, ezeket szívesen látom, egyébként pedig köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. És akkor csináljuk azt a módszert, hogy akinek kérdése van, az masszívan jelentkezik, és jön. Ha pedig nincsen, akkor a Kristóf kérdez. Nem mernek a kollégák, úgyhogy Kristóf, te kérdezzél. Van egy klubod, mondjuk éppen TF-nél utánpótlás csapatod van. Megint csak erre a rém egyszerű, olyan értem a válasz, hogy ugye sok mindent kínál a technológia, akár csak egy Facebook csoport, ugye, hogy azt mondom, hogy jövök, nem jövök, viszont vannak olyan eszközök is már rá, amivel konkrét edzés, naplózás lehet végezni, ahol beírom még azt is ad abszurdum, hogy mondjuk ez egy erőnléti edzés volt, és 100 fekvő, 2 Cooper-teszt, és nem tudom milyen egyéb feladatok, és te azt meg tudom nézni, hogy a kis bitang gyerek mit ad Isten, amikor tudta, hogy erőnléti edzés, akkor hány százalékban jön, meg hány, amikor labdás.
Meg a szülők egyébként kapnak egy visszacsatolást, hogy tényleg jár-e a gyerek edzése, vagy nem. Ez például a Vasasnál egyébként. Van valaki Vasastól? Ilyen nem lehetnek ott. Vasasnál van ilyen, abban biztos vagyok. Én úgy tudom, hogy van olyan eszköz, egyébként minden testnevelő tanárnak, ha jól tudom, van egy ilyen iPad-szerű eszköze, van egy tabletje, még talán valami program is van hozzá, nem hiszem, hogy össze van a köte. A válasz az, hogy amikor ezek egy központi adatbázisba összegyűlnek, onnantól kezdve lesz elérhető, és akkor nektek nagyon hangosan kell majd kiabálni, hogy nekünk kell ez az adat. Mert az borzasztó értékes információ lesz. Ki szeretne ebédelni? Akkor induljunk lassan, tényleg köszönöm mindenkinek a türelmet.